Kis Ottó, Lego. A bátyámnak van egy öccse, aki sajnos pont én vagyok. Ez önmagában is elég nagy baj, de az még nagyobb baj, hogy ez örökre így is marad. Én most még csak 10 éves vagyok, ő meg 15. De mire én 15 leszek, addigra ő már 20. Ezt magyarázta el nekem a múltkor, mintha teljesen hülye volnék, és nélküle nem tudnám. Úgy kezdte, hogy ő már felnőtt, nagyobb apáiknál is, nem nő többet, lefeljebb egy kicsit. De én meg hiába is növök, mert ha figyelembe vesszük, hogy a világegyetem gyorsabban tágul, mint ahogy én növök, akkor teljesen feleslegesen növök, mert a világegyetemhez képest úgyis csak egyre kisebb leszek. Ezt mondta és nevetett. Szóval mostanában elég rosszul állnak a dolgok. És ez az állás akkor a legrosszabb, amikor apáik nincsenek. Az még rendben van, hogy a bátyám ilyenkor kitekeri a kezemből az okostelóját, mert ugye nekem még nem vettek. Meg még talán az is rendben van, hogy lenyúlja a legómat, mert ha nem adom oda, akkor leharcol. De nemrég a barátnőjét is felhozta, és nem lehetett bemenni a szobájába, mert kitette a táblát, hogy belépni tilos. Aztán kijött, de csak annyi időre, hogy piros filccel odaírja alá tesóknak is. Én persze azért bementem, de éppen csak annyira, hogy felhívjam a figyelmét az ellentmondásra. Ha egyszer tilos belépni, akkor ő hogyan jutott be? Erre kizárt.